Tartel indult a Vigazdi mezőny 1400 méteres távon, gyengén kapott lábra a Rebel is, jól kezdett Captain Fregat, és nagyon jól kezdte a versenyt Omnia Gold. Omnia Gold benne a falon, Captain Fregat szakasz szerint erősen púlózik, így is elmegy vezetni, mögötte Szerencselovak színeit látom, és Szerencselovak most már följön a második helyre, Mondókát megelőzze, Omnia Gold a negyedik, a középmezőnyben Opium Bullet, illetve Justice Bolt színeit látom, a mezőny végén pedig a szlovén vendég Kostyukov. A lovak most már az ezres távlán belül vannak, és Captain Fregat nagyon maga biztosan vezet. Captain Fregat, Mondóka, Szerencselovag és Justice Bold, ez az első négy ló sorrendje, majd jönnek az esztergomi lovak, Omnia Gold és Sonja, ami akkor még egy jó 600 méter van hátra a versenyből. Vezet Captain Fregat a favorit. Captain Fregat óriási tempót diktál, és vele csak Mondóka tartja a lépést. Captain Fregat, Mondóka, és úgy tűnik, hogy a harmadik helyért is majd nagy küzdelem lehet, hiszen a szlovák vendég Justice Bold, illetve Szerencselovag is óriási küzdelmet vív majd a dobogó alsó fokáig. 350 méter van hátra a versenyből, és Captain Fregat még mindig az élen, Mondóka azonban elég komolyan támadja. Captain Fregat és Mondóka, mögöttük óriási a különbség, Omnia Gold érkezik, illetve Sonja. Captain Fregat első a távoszlopnál, és Captain Fregat növeli az előnyét a távoszlopon belül. 100 méter van hátra, Captain Fregat megnyerheti idei negyedik versenyét. Captain Fregat győz, Captain Fregat megnyeri a Vigazdíjat. Mögötte Mondóka szerez egy értékes második helyezést, majd megérkezik Sonja, Omnia Gold és Opium Bullet.